Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Néhány nappal, azt hiszem egy héttel ezelőtt volt az Instagramon egy kérdez felelekem, ahol egy bizonyos kép alá tettem egy, vagyis tettem a válaszokat és ugye a kérdéseiteket, amiket feltettetek nekem, és annyian kértétek, hogy legyen erről a sminkről videó, amit ott viseltem, hogy elkészítettem nektek. Bízom benne, hogy érthető, látható, nem vagyok ebbe gyakorlat, aztán egyszer próbáltam, de az nem volt valami jó, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy hasznát tudjátok venni, meg hogy egyáltalán nem is tudom, hogy mindent elmondtam, ami esetleg kérdéses, de ha mégsem, akkor kommentbe nyugodtan írjátok nekem a kérdéseiteket, vagy hogyha valaminek a márkáját, vagy az árnyalatát szeretnétek tudni, akkor nagyon szívesen esetleg, hogy honnan van nekem, hol szereztem be. És most jöjjön is a smink, mutatom nektek. Bízom benne, hogy a kamera nem fog innen leszánkázni. Első lépésként leszoktam törölgetni az arcomat, tök mindegy, hogy mikor mostam meg, akkor is át szoktam törölgetni micellás vízzel. Általában olyat választok, amit nem kell utána lemosni, most ez a Neutrogena van. Ugye nem minden micellás víz olyan típus, hogy rajta lehet hagyni az arcomban, amit le kell mosni. No. Ezt a primert szoktam használni, ez egy ilyen hidratáló, ez a DM saját márkás. Megmondom őszintén, hogy korábban próbáltam egy nagyon-nagyon jót, ami Catrice-es volt, szintén hidratáló. Nincsen, nem tudom. Hónapok óta nem találok, szerintem már van vagy fél éve is, pedig az nagyon jó volt. Úgyhogy valószínű, hogy hát lehet, hogy Pesten majd valahol megnézem, ha épp arra járok, de a Tatabányán, se a Müllerbe, se a DM-be, pedig mindegyiknél van Catrice volt, nincs. Az a fajta nincs. Ez olyan, hogy bekenitek vele az arcot, és akkor egy picit mondjuk száradni. Nyakamat most nem nagyon fogom, mert képzeljétek el, hogy nem tudom miért, eddig soha nem volt ilyen, de az otterás olajoktól ekcímás lettem. Úgyhogy nem akarok rákenni semmit. Ekciókrém van rajta. Pici hidratálást az ajkaimba is, ezt a Nuxot használom, én a Notinoról rendeltem, ha jól emlékszem. Előzőleg leradíroztam a számat fogmosás után, van egy ilyen ajakradírom, tesóm hozta, Ausztriába vette valahol, ugye tesóm Ausztriába lakik, már biztos van, aki tudja. És olyan, hogy hidratál is, és szerintem cukordarabok lehetnek benne, mert dolgozódik a szájon, tehát nem marad darabos. Na, nagyjából megszáradt. Most jöhet az alapozás. 3 éve legalább ezt a Studio Fix Fluid alapozót használom a MAC-től, és mindig ezt az árnyalatot, ezt az NC30-at. Van, amikor egy picit világos jelenleg is, amikor egy kicsit barnább a bőröm, de nem olyan vészes. Persze kéne egy ilyen kis tálka, amin alapozózgatunk, ugye Fédra úgy tanította, én állandóan a kézfejemen szoktam, valamennyit kiteszek belőle, és akkor alapozó ecset. Hát a két kedvenc Jessup ecsetem pont ki lett mosva, úgyhogy azok nedvesek, nem tetszett így a dolog, úgyhogy egyrészt a Zavonost használom, 1000 éve megvan. Nem a kedvencem, megmondom őszintén, de nem olyan rossz. Az a baj vele, hogy nagyon elnyeli az alapozót, úgyhogy szerintem kell majd még mindjárt tennem.
Ja, hát ez el is fogyott. Homlokomra már nem jutott, pedig nem kis homlokom van, úgyhogy kell. Állandóan kérdezitek a szemöldökövet, hát amikor sminkbe vagyok, semmi nem látszik belőle, mert látjátok, lealapozom, és akkor utána megyek rá szemöldök géllel. Úgyhogy azért szoktam mondani, hogy most szetkóra vagytok kíváncsi, vagy a szemöldök gélre, amit használok. A tetoválásra nem fog rámenni, itt a nyakamnál, csak így körbe. Figyeljetek a hajvonalra is. Remélem látszik azért, mert ugye alatta van a tükör, és nekem azért kell nézegetnem. Érdemes a fülre is rámenni. Marha hülyén néz ki, hogyha ilyen maszkszerű a sztori. Mint a tetkó környékén is szoktam. Mondjuk, ha ki van engedve a hajam, nem látszik, de hogy azért inkább legyen jó. Hát ja, mondjuk itt ekcéma, mindegy. Tele van most a tököm ezzel az ekcémával. Nagyon elbúrjázott egész idáig. Itt a belső szemzugra elfér el ez a... mindegy, ecset. Hát, nem jó még. Az a baj, hogy nagyon előre kéne hajolnom, hogy mindent normálisan lássak, de azért igyekszem nektek mutatni, úgyhogy ti is lássátok. Csak nem tudtam, hogy oldjam ezt meg. Főleg, hogy az asztal itt az ablak alatt van, rögzítve, nem fér mögé a kameraállvány, amit szoktam használni. Úgyhogy ezt a kis háromlábú 200 forintos szart raktam ide fel, mert ezt rá lehet így kapaszkodtatni. Bármire igazából, de nem nagyon szokott ott maradni most, úgyhogy azért mondom, hogy kicsit imádkozom, hogy ott maradjon. Na, következik a korrektor. A MAC-nek ezt a korrektorát használom, ez a Prolongwear nevezető, és mondom is az árnyalatot, ez is NC30-as, mint az alapozóm. Ide rakom mellé, kicsit összedolgozom vele. Alapozó ecsettel. Jessup ecseteket használok, egyszer kaptam egy készletet, és nagyon-nagyon szeretem. Alapvetően legalábbis azokat használom, de nem mindenre. Vagy ha éppen nincs kimosva, és nagyon nem jó állapotban van már a Jessup, akkor szoktam más márkát, mert van több ecsetem is itthon. Azokat nem dobtam ki. Jó, nagyjából felvittem a... Akkor, hát, az a bajom, hogy ezt a karikát a fédre olyan jól el tudja tüntetni, hát nekem általában nem sikerül. Jó, nyilván én nem tanultam sminkelni. Legalábbis úgy nem, ahogy a fédra. Na. Hát nagyon eldugtam a... Van egy kis szivacsom, de nem tudom, hogy hova raktam. Pocsika, tényleg eldugtam. Ilyen kis mini szivacs. Ezzel még egy kicsit itt lefinomítom a korrektort. No. És az alapozó ecsettel visszamegyek, és itt a széleket eldolgozom. Kicsit összedolgozom, ne legyen akkora éles határvonal. No, oké, ez is megvan. Most jön, amit utálok, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon utálok. A szemöldök. Tudjátok, hogy miért? Mert van, amikor marha jól sikerül, van, amikor meg olyan, mint egy oldás rajzolt volna oda zsírkrétával. Főleg, ha sietek akkor.
Meg az a problémám, hogy van egy nagyon-nagyon jó szemöldök gélem, ez az Anastasia Beverly Hills. Ebből is a Medium Brown. Nagyon-nagyon szeretem. Viszont egy kicsit beszáradt. Kéne higítani, mondtam is a Fédrusnak, hogy majd valamikor kérek kölibe a smink, nem tudom, sminkeszköz higító, vagy minek hívják. A szín. Valamennyit kiveszek belőle, és leszoktam fordítani, de hát így is kiszárad. Mondja, ne érje nagyon levegő, és akkor így a tetejébe, csak hogy kevés anyag legyen az ecseten. Így elkenem. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből. Na, hogy már is rontottam. Na mindegy. Majd mutatom, hogy hogy szoktam én ezt megoldani. Ha ilyen dobogást hallotok, fociznak lenne kisfiúk. Kisfiúk? Igen. Kisfiúk. Van előttünk egy focipálya, nincs előttem. Hát ez most nem olyan rossz. Itt alul, amit itt besatíroztam, azt majd mutatom. Elég sok anyag maradt, úgyhogy én nem fogok megint rakni az ecsetre, hanem minden használok. Alapvetően sem egyformák a szemöldökeim, úgyhogy csak próbálkozom vele. Tehát, hogy az eredeti szemöldökeim is teljesen aszimmetrikusak egymáshoz. Nagyon kiment. Na mindegy. Az a gond, hogy ahhoz, hogy jól lássam, nagyon előre kéne hajolni, és akkor ti nem látnátok a videón. Úgyhogy bocsi. Tök más szögben vagyok itt most, mint szoktam. Na, szerintem jó lesz. És akkor megmutatom, hogy szoktam kiemelni az alját, valamint ugye, hogyha hibáztam egy kicsit, akkor azt is el lehet vele tüntetni. Van a MAC-nek egy ilyen Paint Pot nevezetű kis tégelyes sztoria, és ebből is a Lain Lao nevezett színárnyalat. Ez egy ilyen bőrszínű. Igazából azt hiszem, hogy ez egy krémes szemhéjfesték. Ez is egy picit be van száradva, de szerintem még működőképes. Ja, ilyen lecsettel szoktam feltenni, elég lapos. Ezt is lefordítom, és akkor hát bízom benne, hogy látjátok, mert most tényleg a tükörbe kell néznem. A krémes állag, ez még arra is marha jó, hogy tök jól beletapad a szemhéjfesték. És
És akkor ahol kimentem, azt szépen el is tünteti. Istenem, a fürdőbe fele ennyi fény van, és olyan fura most az a hatalmas fényáradat. Annyira hozzá voltam szokva ahhoz a körülményhez. Bízom benne, hogy tényleg látjátok itt a dolgokat. No, ugye egész jó, szerintem. Na, jó. Jöhet a szemfesték. Na, Fédrától kaptam múltkor ezt a Kylie Jenner palettát. Azt nézem, hogy hol van a színárnyalat, vagy valami fantázia név. Nincs. Én nem látok. Na mindegy, ilyen színek vannak benne. És múltkor úgy volt, hogy igen, ez a mokka latte volt a főszín. Valamikor három szint rakok ide fölülre, de múltkor pont azt a sminket, amit annyira megdicsértetek, azon kettő árnyalat volt fölül. Úristen, tényleg megvakultam, hogy akkora fény van. Fú, nagyon fura. Főleg, hogy nézek mindenhova, nézek ide le, nézek előre a tükörbe, meg ugye a kamerát is valamennyire, vagyis hát a kijelzőt. Na mindegy, úgysem lesz túl sok ilyen sminkes videó szerintem, mert tényleg nem vagyok sminkes. Picit erősebb lett a bal, úgyhogy ide még teszek. Egyébként ezek tök jól pigmentált szemhéjpúderek. Teszek alulra is egy picit. No, aztán én szoktam a alsó vízvonalra tenni sötét barnát, itt ez a brunett nevezető itt a csücsökbe, és ilyen pitércsettel. Ez is kicsit laposabb, lekerekített. Mindig jó le kell verni róla, mert különben ide lepotyog. Nagyon elkenődik. Hát bízom benne, hogy látjátok, mert ezt muszáj néznem. Ez nem kenődik úgy el, mint hogyha szemceruzával lenne kihúzva, úgyhogy átszoktam erre, hogy szemhéjpúderrel csinálom az alsó kontúrt. No, igen, és most szemhéjpúder ecsettel ezt a, hú, azt hiszem ez a vanília volt, nagyon remélem a belső szemzugon. Jó sok anyag van rajta, úgyhogy ide is oda is, pedig levertem róla. Na, így.
Jó, és a széleket eldolgozom egy olyan ecsettel, ami teljesen tiszta, nem volt használva, kicsit ilyen laposabb amúgy. Aha, pont jót vettem ki, mert Lux Smoky Shader nevezetű történet. Így a széleket szépen eldolgozom. Még kevésbé legyen kontúros a dolog. No, oké. Okay. Szemceruza, hát ez egy, azt hiszem ez egy Urban Decay nevezető, alig van már belőle, Fédrustól kaptam, zéró árnyalat, fekete. Nem szeretem a szemhéj tus gélt, megmondom őszintén, úgyhogy leszoktam róla, mindig elrontom, tönkre belemegy a szempillába, és a szempilla összeragad, szóval én ezt így kihagyom. Egy picit itt a szempillának a tövébe csinálok egy kis vonalat. Hogy hangsúlyosan legyen. De nem kell, hogy üvöltsön. Aztán ez is aztán vagy jól sikerül, vagy nem. Ha innen húzom, kintről befele, általában jobban néz ki. Látnék is itt valamit. Tök szuper lenne. Ja, abban egy picit jobb lett. Rá kell erősítenem, hogy ilyen a jobbhoz. De, és köszönöm, megvakulok itt, annyira süt a nap. Na mindegy is. Jó, és akkor egy nagyon picit én még ráárnyékolok ezzel a sötét barnával. Ugye itt alul. Icipicit. Azért jó még, mert nem kenődik el, ha rárakunk egy kis bort. Jó. Leszoktam egy picit púderezni a szemem alatt, mielőtt teszem rá a szempillaspirált. Ja igen, mutatom a MAC-nek a Medium Golden ásvány. Mit tudom én, ez a Skin Finish. Por púder, vagy kőpúder, kőpúder, bocsánat. Úgyhogy én ezzel a picivel szoktam, ez amúgy, nem tudom én, szerintem ez izéje, szerintem ez highlighterhez való. És akkor ide alá, mert a rendes púderecset az nem fér igazán ide, mert az bazi nagy. Ide, nehogy elkenődjön, és ne nagyon kenődjön el. Na, felső, hát igazából az épített szempilláimmal az a nagy helyzet, hogy ezt csak megfésülöm. Azt nem bántom. Korom fekete, gyönyörű, meg nem teszik ott neki, hogyha ráspirálozom, hiszen teljesen fölösleges van. Tényleg teljesen fölösleges. Sokkal szebb, hogyha nem, nincs összeragadva, ezért érdemes csak kifésülni. Meg az se baj, ha az ember rendesen megmossa, amikor arcot is. Ne legyenek benne dolgok. Ezt csak úgy mondom. Oké. Okay. Kérdezte egyik nap egy csaj, hogy milyen szempilláspirált használok. Ugye én csak az alsó pillasort szoktam, ezt használom, de ez egy szar. Jó, csak mondom. És nem azért, mert amúgy rossz lenne, de kiveszem, és tele van anyaggal, de totálisan tele van anyaggal. Mindig megpróbálom leszedegetni róla valamennyire, mert összeragad az összes pillám, és mindenhol van szempilláspirálból, ahol nem kéne, ott is, úgyhogy azt fogom csinálni. Ezt nézzétek, mennyi anyag lejött róla. Brutális. Ez az elég gáz, nem? És még mindig. Úgyhogy én egy kis papírtörlővel még itt megpróbálkozom. Lejjebb. Aha, így lesz jó. Na most jó. És akkor az alsó pillasor. Most fogom fél szétkenni, tuti. Annyira koncentrálok, hogy lássátok is, és én is valamennyit lássak. Amúgy, ha megnézitek, most van elég anyag rajta. És így nem csomós. De brutál, hogy ennyire sok cucc van rajta. Ez egy ilyen vízálló amúgy. De mondom, nem lenne rossz ez a spirál, csak a lehúzója nem elég jó. Az lehetne szerintem szűkebb.
Na, amúgy szerintem jó lett. És nézzétek, még ennyi anyag lejött. Szóval nagyon durva. Ez brutál. Kicsit körbe is törlöm. Jó. No, következik a bronzosító. A MAC-nak a bronzosítóját használom. Matt bronz árnyalatban van. Szépséges szín. Na. Akkor ide a csontra. Jó. Egy kis. Ezt használom highlighter gyanánt. Fingom nincs mi, ez valami cheeky bronze nevezetű mekes történet. És ezt ilyen highlighter ecsettel szoktam. Ez is Jessup-os. Ide egy kicsit ide fölé. Bronzosító fölé, nem kell túl sok, mert szerintem jobban össze van dolgozva anyjával. Úgy, meg egyébként szoktam ide is néha rakni. Kiemeli a szájnak a vonal, már akinek van, ugye, ha szét van töltve a szája az embernek, akkor olyannyi nincsen. No, most következik a pirosító, ez egy Mekkes Melba nevezetű matt pirosító. Látjátok a színét. Ez pedig oda, ahol a bronzosító van. Nem kell túl sok. Hú, van, aki annyira tele van pirosítva, hogy jó Isten. Nekem is sok lett most rá. Egy kicsit ezzel a bronzosítóval, hogy össze is dolgozzak. Ez az ecset egyébként, ez egy DMS ecset. Na, és most következik a puder. Mert ugye eddig csak a szemem alá raktam, viszont hogyha az egész fejemet telepúderezem, akkor nem tapad meg az alapozóba ugye se a bronzosító, se a highlighter, se a pirosító. És most jön a púderecset, ez is Jessup. És akkor úgy finoman, főleg ahol ízzel az ember arca. Jó, most jön a ajak. Annyira pici ez a ceruza, ez a MAC-nek a Fine Contour és a Whirl árnyalat. Itt látjátok. Körbe kontúrozzuk a számat, egy nagyon picit fölé megyek, itt középen nem, de innentől már igen. Előbb faragtam ki. A különlegesség, hogy az a szám egyik csücske hegyes, a másik kicsit íves, úgyhogy nem tudom általában full egyformára megcsinálni. Ezt a rúzst rengetegen kérdezitek, ez egy MAC, matt rúzs, méghozzá kinda sexy a 606-os árnyalat. De ez kontúr nélkül katasztrófa, tehát ezt mindenképpen kontúrral használjátok. És szerintem világos bőrön nem mutat jól. Néha használok rúzsacsetet, de amúgy nem nagyon, nem szeretem, mert marad sokáig el lehet bíbelődni vele. Jó, és akkor még egy kis kontúrjavítás.
Na, maga a smink készen van, viszont mutatom, hogy van egy ilyen fixáló. Jelenleg ezt a Catrice-t használom. Nem, van, amikor elfelejtem feltenni. Csak óvatosan. Jó, kész is. Na, kész a smink! Remélem tetszett, hogy ezt a sminket kértétek. Egyébként én nagyon szeretem. Hát egy picit rövidebb idő alatt elkészült, de most mindent megmutattam, meg a színeket, meg mit tudom én. Úgyhogy bízom benne, hogy elégedettek vagytok, és meg tudjátok próbálni. Ha kérdésetek van, akkor nyugodtan jöhet alá kommentbe. És kérlek, nézzétek el, nekem nem vagyok profi sminkes. Puszillak benneteket, lányok, és köszönöm szépen, ha megnéztétek a videót. Sziasztok!